A Partizán már nem is tagadja, hogy kinek dolgozik. Emlékszel a múltkori videómra, amiben bemutattam, hogy az USA pénzeli Gulyás Marcit? Nos, ez azóta sem lett megcáfolva, cserébe viszont sosem találod ki, hogy hol vacsorázott Gulyás Marci alvezére Tóth Jakab. Igen, David Pressman valamilyen furcsa okból őt is meghívta a nagykövetségre, Jakab pedig büszkén posztolt is róla. Vajon mit keresett ott? És már jön is a válasz, hát pénzt. A nagykövet ugyanis 115 millió forintot oszt szét a kormánykritikus tartalomgyártók között. A Partizán konkrétan nincs fent ezen a listán, de őket amúgy is egyenesen a Biden kormány pénzeli. Lehet, hogy Jakab nem is pénzért ment, hanem az aktuális parancsért, nem tudjuk, de a főni nevét azért illene helyesen leírni, nem? A fő kérdés pedig az, hogy a választás befolyásolásának számít-e a kormányellenes lapok pénzelése, és valóban a kormánybuktatás volna egy amerikai nagykövet feladata? Nem hiszem, ezt általában a CIA végzi.